meg tudunk verni akárkit. Nem csodálom, hogy dühösek lehettek, abszolút nem jött ma össze semmi, 3 gólt kaptatok. Milyen volt a meccs? Tényleg sajnos ez tipikus olyan meccs volt, hogy aki az első gólt rúgja, az nagy előnybe kerül. Sajnos rögtön 30 percre kaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez megpecsételte úgymond a sorsunkat. A Paksnak talán jobban összejött, jobban kijött a lépés, úgy éreztem, hogy minden két esztitáció belőli pattanat alapból ott maradt előttük, úgyhogy azt gondolom, hogy ez döntött ma. Benne van sajnos ez is, úgyhogy megyünk tovább, és jövő héten nyerni szeretnénk. A korai gól az mennyit jelentett a meccsben? Hát úgy gondolom, hogy mindig gólt szerezni az jó, megnyugtatott egy kicsit minket, utána az MTK átvitte az irányítást egy 15-20 percre, de utána újból mi kezdeményeztünk, tehát újból megfordult, és utána tudtuk a mi játékunkat játszani, és utána még rúgtunk rá 2 gólt. Ezt vártatok az MTK-tól? Persze, ezt vártuk, egy jó csapatról van szó, egy jó passzolós csapat, ki birtokolja a labdát, de úgy gondolom, hogy ma sikerült nekünk többet birtokolni, és gólokat szereznünk. Megmutattuk azt, hogy tudunk küzdeni egymásért, és jó futballal, tehát meg tudunk verni akárkit, akár több góllal is. Nem volt könnyű mérkőzés, mert ugye az első fél időben, hál' Istennek, korán sikerült gólt rúgnunk, utána viszont elég rendesen magunkra húztuk az MTK-t, aki ugye tartotta a labdát, tehát mezőny fölénybe voltak. Igaz, ha jól számolt, talán egy vagy két nagy helyzetet tudtak kialakítani, mi még kontrából, nekünk is volt egy 3-4 nagyobb zicserünk. A második félben viszont úgy gondolom, hogy úgy jöttünk ki, hogy ezt a mérkőzést meg akarjuk nyerni, és több helyzetből úgy gondolom sikerült még 2 gólt rúgnunk. Tehát a végére elég sima lett a meccs, ha akkor is, ha nem így tűnt. Azt gondolom, hogy nagyon nagy siker volt ez a mai győzelem, mindenki hozzátette a maga részét, mindenki kiadta magából a maximumot, azt gondolom, hogy nagyon fegyelmezetten játszottunk, tehát amit elterveztünk, úgy gondolom maximálisan meg tudtuk valósítani, és tényleg az, hogy tehát ebből a szervezett védekezésből ki tudtunk jönni, és tehát gólokkal meg tudtuk koronázni a mai teljesítményünket, ez felettébb jó dolog, és boldogsággal tölt el minket. 8-0 lesz a gólkülönbség. Így van, hát nagyon más, nem lehet mondani, menjünk tovább ezen az úton, ameddig lehet, megpróbáljuk kitolni kaput gól nélkül, és szeretnénk minél több gólt rúgni. Tényleg ez az első gól, ugye ezt beszélik az ötzőben a Pécsen, amik az első gólt, akkor lehet, hogy nem nyerünk, tehát ezek ilyen nüansznak, hogy kirül ugye szerezni az első gólt, vagy hogy van, hogyha az első videóban tudunk egyetlen, akkor be se kilépett, akkor megint egy más mérkőzés lett volna a másik videóban. Azt gondolom, hogy tényleg egyéni hibák is voltak a góloknál, úgyhogy ez most így jött ki, de azt gondolom, hogy nem szabad ezzel most. Hát kell foglalkozni, nyilván a hibát mindig ki kell értékelni és elemezni kell, hogy ezt mindig is megteszik a győztes meccsen is, de azt gondolom, hogy ezt túl fogunk tudni rajta lépni, és jövő héten újra reméljük rálépünk a siker szériára.